Sziasztok! Ebben a videóban a koleráról és a világjárványokról lesz szó egy kicsit részletesebben. Felvetődik rögtön az elején a kérdés, hogy mi a közös a trónok harcában, illetve a kolerában és a világjárványokban. Jon Snow a megoldás. Ugye nem ez a Jon Snow, hanem Dr. Jon Snow, aki 1850-es évek környékén, amikor London Soho tartományában kolera járvány dúlt, úgymond megfejtette és letette az alapját az epidemiológiának, mégpedig azáltal, hogy feltérképezte az ivóvizeket, a kutakat, a folyó áramlás irányának megfelelően, és ezzel arra következtetett, hogy akik a folyó downstream partján laktak, tehát az a folyás iránynak megfelelő részén laktak, 14-szer többször fertőződtek, még nagyon sok fertőzött lett ott, míg a folyó felső részén sokkal kevesebb volt a kolera fertőzött, illetve egy-egy kúthoz is hozzá tudta rendelni, ahonnan ugyanazok az emberek hordták el a vizet, egy-egy kúthoz hozzá tudta rendelni a fertőző gócpontot. Ez a tudás akkoriban nem volt értékelve, hasonlóan egyébként ugye Semmelweishez, később lett értékelve, és gyakorlatilag az epidemiológia alapján Jon Snow teremtette meg. Mielőtt belemennénk a kolerába, egy nagyon kicsit beszéljünk a világjárványokról, hogy tulajdonképpen miért is vannak egyáltalán világjárványok. Nyilván a részletekben nem tudunk belemenni, aki szeretne, olvasson ennek utána, például Jared Diamond ilyen című könyveiben. Amit nagy vonalakban érdemes tudni, és a kolera kapcsán is nagyon-nagyon érdemes megjegyezni, az egy régmúlti eseményre tekint vissza, mégpedig olyan régmúlt, több 7-8-10 ezer évvel ezelőtti múltra, amikor az ember még vadászógyűjtögető volt. Ezek a vadászógyűjtögető embereket kell összehasonlítani a később a mezőgazdasággal foglalkozó emberekkel. Mit tett lehetővé a mezőgazdaság? A mezőgazdaság lehetővé tett, hogy egy helyben letelepedetten állatokkal körülvéve, illetve embertársainkkal körülvéve, tehát nagy populációt elérve, ugye megtermelt termények eladása, illetve elfogyasztása révén, elegendő kalóriához és elegendő tápanyaghoz jutott az ember, ahhoz, hogy ugye népesebb legyen, mint a vadászógyűjtögető társai. Tehát meg lehet különböztetni a vadászógyűjtögetők, ők inkább az intelligenciájukat kihasználva, ugye itt minden nap új környezet, tehát gyakorta új környezetben találták magukat, az intelligenciájukkal kellett előrejelezni, hogy milyen veszélyek várhatnak rájuk, illetve azt megmondani, hogy éppen az a veszély, ami most leselkedik rájuk, arra most hogyan reagálnak. Míg a vadászó gyűjtögető, inkább az immunrendszere az, ami folyamatosan bombázva volt különböző patogének által, lehetett az akár a piacon összeszedett patogén, a nagy családi környezetben, ugye a vadászógyűjtögetőknek kisebb családjuk volt, nem tudták a gyereket hurcolászni, tehát nagy családi környezetben, illetve a körülvevő állatokról is, ugye, mint tudjuk most például a koronavírus járvány kapcsán is, nagyon jól tudjuk, hogy állatokról is átugrik ez a vírus. Ennyit röviden arról, hogy a mezőgazdaság az hogy járult hozzá. Na most csodálkozhatnánk azon, hogy akkor miért nem egy világjárvány közepén élünk, hát azért, mert van csatornarendszer, azért, mert van információ, és az információ sokkal gyorsabban tud a mai világban terjedni, mint ahogy a vírus vagy egy adott baktérium tud terjedni, ezáltal meg tudjuk előzni a technológia segítségével. A kolera az egy ékes példája ennek a jelenségnek, az is okozott világjárványokat, mindjárt meglátjuk, hogy. Először nézzük meg a mikrobiológiáját a kolerának nagyon-nagyon röviden. Ugye ez egy gram negatív vibrio cholerae, gram negatív baktérium. A gram negativitás az azt jelenti, hogy lipopoliszaharid burokkal van körülvéve, és ez a lipopoliszaharid, ez tartalmaz egy O antigént. Ez itt jelentsen számukra egy O-t és egy nullát is. Elmondom, hogy miért. Egyrészt az O antigén, annak van kettő szerotípusa, az O1 és az O139, ami patogén, és ami a legtöbb járványt okozta mai ismereteink szerint a kolerából. A másik, a nulla, az pedig jelentse azt, hogy a nullás vércsoportúak sokkal fogékonyabbak a kolera fertőzésre. Rendben. Tehát
az O1 és az O139, amit mindenkinek pontosan tudni kell, hogy ez okozza ugye a járványokat, ettől kell félnünk. Ezen belül is az O1-nek van két csoportja, az egyik az a klasszikus, a másik pedig az L-TOR nevezetű csoport, ami egy sokkal alattomosabb, jobban túlélő, illetve az alattomos alatt azt jelentem, hogy hosszabb a lappangás ideje, jobban túlél a környezetben, egy patogénebb fajta, és az a Mekka felé vándorló L-TOR nevezetű karanténban ütötte fel először a fejét, innen nevezték el L-TOR variánsnak. A másik szerotípus pedig lehet bengáli variánsként is, vagy biotípusként is nevezni. Tehát legfontosabb, azt már megbeszéltük, hogy ők azok, akik okozzák a bajt. Na de mikor okoz bajt a Vibrio cholerae? A protonról szintén két dolgot érdemes megjegyezni. Az egyik az, hogy a proton az teljes mértékben, tehát a gyomorsav teljes mértékben képes inaktiválni, ezért nagyon-nagyon nagy inokulum számnak kell bejutni a testbe ahhoz, hogy fertőző legyen a cholera. Tehát inaktivál. Ezt tudjuk. Ami nem inaktiválja a kolerát, az az epe-sav. Mind a kettő sav, de az epe-sav az nem képes inaktiválásra, csak a gyomorsav. Ennek kapcsán van egy érdekes ilyen anekdota, hogy egyszer fellépett egy orvos azzal, hogy megivott éjgyomorra, megivott egy pohár fertőző patogén kolerát, és nem lett tőle beteg. Egy másik orvos, aki ezen az előadáson, vagy hát show-n részt vett, szintén fel akart ezzel a dologgal lépni, viszont ő nem éjgyomorra itta meg, hanem ugye ételfogyasztása után, és ugye ételfogyasztása után az epe-savból lesz több, és nem a gyomorsavból. Ezáltal könnyű azt is megjegyeznünk, hogy a gyomorsav inaktiválja, az epe-sav nem inaktiválja, nyilván ő megbetegedett tőle, és hát nem sikerült neki ez a feat. Másik dolog, amit érdemes megjegyezni a proton kapcsán, az pedig az, hogy az aklórhidria, aklórhidria, az ugyanúgy, mint a nullás vércsoport, hajlamosabbá teszi az embert a fertőzésre. Ezeket érdemes fejben tartani. Mikrobiológiát nagyon röviden, körülbelül ennyiben összefoglaltam. Nézzük meg az epidemiológiát, mit érdemes róla tudni. Ez egy feko-orálisan terjedő betegség, tehát a csatornázásnak, illetve a csatorna szennyvíz fertőtlenítésnek nagyon nagy szerepe van abban, hogy nem élünk most kolera epidémiában egész évben. Tehát itt a csatornát lehetne megjegyezni, ez a legfontosabb. Szennyezett víz, kisebb mértékben szennyezett étellel terjed. Endémiás, nálunk nem endémiás, hol endémiás ez a dolog. Afrikában, Afrika egyes részein, elég nagy Afrika azért, illetve főként Indiában és Ázsia egyes részein. Ugye itt az endémiánál annyit érdemes megjegyezni, hogy itt is azért inkább a természeti katasztrófák járulnak ahhoz hozzá, hogy kitörjön egy-egy ilyen, tehát kolera kitörés legyen. Nagy mértékben hozzájárulnak a katasztrófák, az endémiás területeken pedig nem is a katasztrófák, hanem az időjárás változás. Tehát összefüggésbe lehet hozni az esős évszakok, esős időszakoknak a változásával, esős időszakok előtt és után sokkal több kolera van. Jó, tehát utána akkor nézzük meg a katasztrófákat, azért az nem esőzést jelent, hanem az igen nagy katasztrófát, mondjuk egy földrengést, 2010, Haiti az egyik ilyen. Itt egy földrengés volt, másik természet, hát ez nem is katasztrófa volt, hanem ugye polgárháború, 2017, Jemen. Itt is kolera járvány volt, milliós áldozattal, illetve milliós fertőzött számban. A gyermekek nagyon-nagyon fontos, hogy ők védtelenebbek a fertőzéssel szemben, nem alakult ki bennük immunitás, és könnyebben ki is száradnak. Pár hét az pedig a fertőző képességét jelenti, tehát az illető meggyógyul, megkapja a megfelelő mennyiségű fluidot, kihordja ezt a betegséget, eltávozik a szervezetéből a
toxinok, illetve a baktériumok nagy része, de még egy pár hétig fertőzni fog, ezt nagyon-nagyon fontos észben tartani. És akkor a következőben nézzünk meg egy kis patogenezést, aztán meg a tüneteket.